Kedves testvéreim, kedves barátaim, kellemes vasárnapot kívánok mindannyiunknak, és Isten igényének a közelében áldottak lehetünk ezen a délelőttön, bárhol kapcsolódunk rá, Isten igényének a hirdetésére. Most ebben a reggeli órában az áldással szeretnénk foglalkozni azzal az áldással, amivel Isten áld meg bennünket, tehát áldottakká tesz. A kérdés az, hogy vajon mi a jó az ember életében, ha áldott, vagy ha szerencsés. Ezzel kapcsolatban három dolgot szeretnék említeni. Az egyik az, hogy a szerencse forgandó, tehát nem állandó, hanem forgandó. Ahogy mellénk szegődik, éppen úgy el is hagy bennünket, Elég szeszélyes módon. A másik dolog, hogy a szerencse forrása egy pogány nő fortuna. Akiről más véleményünk van, mint az átlagembernek akkor, ha valóságos Isten gyermekei vagyunk. A következő pedig, amit a szerencsével kapcsolatban mondhatunk. <laughs> A szerencse csak addig lehet a miénk, ameddig élünk ezen a bolygón. A halál pillanatában megszűnik minden szerencsével kapcsolatos lehetőség. Az áldás, amit Isten ad az ember számára, és az embernek az a tulajdonsága, hogy áldott lehet Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által, folytatódik az örökké valóságban, hiszen a felolvasott igény nem csak azt mondja, hogy áldottak vagyunk ő benne a Krisztusban, hanem arra is felhívja a figyelmünket, hogy örökösei vagyunk Istennek, örökölni fogjuk az ő gyönyörűséges országát, ahol az a zsenialitás, amit Isten az emberbe plántált, az kiszélesedik, kiteljesedik, végtelen lehetőségekben folytatjuk azt a gyönyörűséget, ami isteni eredetű bennünk, és amit ezen a világon már gyakorolhattunk. Imádkozzunk mielőtt felolvassuk az igényket. Köszönjük mennyei Istenünk, hogy te megáldottál bennünket azáltal, hogy megterveztél, megalkottál, és nem hagytál a lázadásban, hanem Jézus Krisztus által újra magadhoz vonsz, magadhoz ölelsz, és így áldottak lehetünk örökké. Köszönjük ezt a tudást, köszönjük, hogy az áldások sorozata kísérhet bennünket, s bár meg kell legyünk különféle kísértések miatt, különféle nyomorúságokban vándorolunk, a lázadásunk miatt, az édenkerti bűn miatt, te mégis áldottaknak mondasz bennünket, boldogoknak és áldottaknak, mert látod azt a boldog véget, amelyet adsz nekünk. Légy áldva érte mindörökké. Ámen. Olvassuk fel tehát az igét, amit erre a délelőtre irányoztak elő testvéreink. Az Efézusi Levél első rész, harmadik versétől kezdve olvasom az igét, a hatodik verse befejezőleg, ahol a következőképpen találjuk a számunkra megfogalmazott üzenetet. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ámen. Kedves testvéreim, kedves barátaim, hogy az emberben van zsenialitás, az világos mindannyiunk számára. Michelangelo-nak három műve döbbentett rá, hogy a zsenialitás isteni eredetű, és gondolok a Pietára, gondolok Dávidra, és gondolok Mózes alakjára. Ez a zsenialitás akkor érhető leginkább tetten, amikor az ember, aki a látható és a láthatatlan világ mesgyéjén mozog, hiszen képesek vagyunk gondolkodni az elvont dolgokról, Képesek vagyunk gondolkodni információról, képesek vagyunk gondolkodni programokról, amiket nem tudunk érzékelni az öt érzékszervünkkel. Viszont meg tudjuk fogni az anyagot, meg tudjuk fogni a fát, meg tudjuk fogni a fémeket, meg tudjuk fogni az anyagot, és formálni tudjuk annak a gondolatnak és annak a programnak megfelelően, ami a láthatatlan szférában, a gondolatainkban, a lelkünkben van jelen. Ez a zsenialitás, mint ahogy mondtam, talán akkor a legmegfoghatóbb, amikor az ember megvizsgálja Dávidnak és Mózesnek az alakját. Hogy michelangelo a gondolataiból, amikor ő meglátta a kararai márvány tömbökben ezt a két alakot, amikor a láthatatlan világban ő már látta ezeknek a nagyoknak az alakját, csupán el kellett távolítsa a felesleges kőréteget róluk, és ott álltak teljes szépségükben. Na, ez az a zsenialitás, amiről beszélni szeretnék, ahogy az ember a láthatatlan világból át tud emelni valamit a látható világba. Ugyanígy gondoljuk el az építészetnek a lélegzet elállító darabjait, nagyon könnyen megtörténhet, hogy egy építész, rengetegen vannak a világon, akik korszak alkotó munkával hatalmas dolgokat alkottak, most is látható és csodálható dolgokat alkottak ezen a világon. Lehet, hogy a, az egyik építész éppen a kutyáját sétáltatta valamelyik parkban, Más emberek között, és senki nem látott bele a fejébe, nem láthatták, hogy az elvont gondolati világban, a láthatatlan világban, milyen kastély van ennek az építésznek a, a gondolatában, a szívében, a lelkében, vagy milyen hidat tervezett meg. De amikor aztán ezek a gondolatok valósággá váltak, tervekké, nőttek, és elkezdett mozogni az anyag ezeknek a terveknek megfelelően, akkor a látható és érzékelhető világba átemelve csodálhatták és csodálhatjuk azt, ami addig csak a láthatatlan világban volt jelen. Vagy ugyancsak a zsenialitás teszi meg azt, az a zsenialitás, ami nem hallható, teszi azt, hogy a láthatatlan, a hallgathatatlan világból egyszer csak átemel egy zeneszerző a hallható és a hallgatható világba, Gyönyörű zenei élményeket nyújtó darabokat. Vagy ugyanígy az a rengeteg felbecsülhetetlen értékű festmény, ami a gondolati láthatatlan világból egyszer csak megjelent a látható világban, vásznon, vagy falakon, vagy nem beszélve az irodalomról, vagy a színház és a filmiparnak a remekeiről. Utána ott van az ember zsenialitását, mutatva a technikának ez a elképesztő haladása, aminek szemtanúi vagyunk mi is, és tanúi vagyunk ebben a, ebben 21. században. Testvéreim, ez a technikai forradalom, ami végbe ment a 20. XX. és 21. században már elképesztő. Egyszerűen szinte érthetetlen. Van, amikor úgy képzeljük el, hogy ezen a világon nem volt senki más, csak az ember két karral, ami öt újban végződik, és ez volt az egyetlen szerszám, amivel rendelkezett az Isten képére teremtett ember ezen a földön. De mivel Isten olyan értelmet adott neki a gondolkodást, úgy plantálta bele, úgy adta az embernek, hogy ezzel a két ötágú kézzel karral munkába tudja venni az anyagi világot maga körül, mert megkapta az anyagi világot, hogy dolgozhasson benne. Olyan szerszámokat tudunk készíteni, hogy elképesztő az ember nem is tudná felfogni, amikor digitális vezérlésű, programvezérlésű szerszámok, kicsik és nagyok, a gigantikustól egészen a nanotechnológiáig, ez mind az ember zsenialitását mutatja. Azt a gyönyörűséges tulajdonságot, azt a teremtői adottságot, amit Isten az embernek adott. Nekem például ez is egy Isten bizonyíték, hogy a teremtő Isten, ahogy bemutatkozik a Bibliában, ahogy az első lapokon elmondja, hogy ő a teremtő nem azt mondja, hogy hogy teremtett, nem végére mehetetlen aprólékossággal magyarázza el, hogy hogyan teremtette ezt a világot, hanem azt mondja el, hogy ő a teremtő, és én hiszem, hogy így van, és én tudom, hogy ő ott van, ahol van, mert ő teremtett bennünket is teremtővé tett, hiszen mi teremtünk mindent mondom. Csak ez az öt ujjunk létezett a két kezünkön, és nézzétek meg, testvéreim, mit teremtettünk ebből az anyagi világból, ami itt van. Mert Isten teremtői lélekkel áldott meg bennünket, alkotói lélekkel áldott meg bennünket mindent, ami itt van ezen a világon, kezdve ettől a szemüvegtől, a felvevő kameráig és a nanotechnológiának, a csúcs technológiáknak az elképzelhetetlen szint, magas szintjét is figyelembe véve, mindent az ember alkotott azért, mert alkothatott, mert az alkotója alkotónak alkotta az embert. Honnan vettük ezt a készséget? A gondolatainkból, a tervből, az anyagból, az energiából, az alkotói képességünkből és az alkotói lehetőségünkből. Na de honnan vette az ember az alkotói lehetőségét? Úgy, ahogy az előbb mondtam, az alkotótól. Testvéreim, sok mindent mondhatunk az emberre. És visszakanyarodva a felolvasott igénkre, sok mindent mondhatunk. Mondhatjuk azt, hogy az ember sapiens, vagyis gondolkodó. Mondhatjuk azt, hogy az ember boldog vagy boldogtalan, vagy ennek a keveréke, Mondhatjuk azt, hogy becsületes vagy becstelen, mondhatjuk azt, hogy őszinte vagy hazug, és ezek mind együtt is előfordulnak az emberben, a kettő közt, a két véglet között sok minden előfordulhat az ember lelkében. Aztán lehetünk közlékenyek, lehetünk zárkozottak, érzékenyek vagy érzéketlenek, és sorolhatnánk mindannyian, akik ezt a ezt az ige hirdetést követjük, tovább tudnánk folytatni, és mondanánk, milyen az ember, pozitív, negatív tulajdonságokat. Ez a felolvasott igénk, a mai igénk betesz egy újabb szót, amit ízlelgetünk már elég régen, és ez a szó az, hogy az ember lehet áldott. Lehet áldott. És ezt a tulajdonságát az ember az Istennel való viszonyában kapja. Az Istennel való viszonyomban elfoglalok egy pozíciót, és ha figyelek Istenre, ha akarok Istennel közösségben lenni, akkor Ő megáld engem, és én lehetek áldott. És az, hogyha valaki áldott, az sokkal több annál, mintha szerencsés lenne, mert ez az én áldott státuszom, ez folytatódhat a halálom után is, és folytatódik is, ha Istennel élek, Istennel halok, és a halálom után, a meghalásom után ez a helyes, mert a halál az tulajdonképpen az Istentől való végleges elszakítottságot jelzi. A meghalás viszont, amin keresztül megy minden ember, a meghalás után kiteljesedik ez az én áldott állapotom, mert örökké az én áldó Istenemmel leszek áldott közösségben és áldott kapcsolatban. Azt mondja a felolvasott igényk első verse, áldotta mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket, tehát áldottak vagyunk, mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Jön az első kérdésünk. Honnan tudom, hogy valóban áldott vagyok? Honnan tudom, hogy felismerem, hogy áldott vagyok, elismerem, hogy áldott vagyok, és lereagálom, vagyis, nézzétek meg, Pálapostól, aki írta az Efézusi levelet, azt mondja, áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya. Vagyis megfogalmazza az ő háláját Isten iránt, azért, mert megáldotta őt. Mivel Isten megáld engem, én tudom, hogy áldott vagyok a Szentírás alapján, máskülönben azt se tudnám, hogy mi történik velem, de a Szentírás ad nekem egy világosságot, és az Istennel kapcsolatban mondhatom, az Istennel való viszonyomban mondhatom azt, hogy áldott vagyok, mert ő megáldott engem. Ezért mondja Pál, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és is Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Tehát onnan tudom, hogy áldott vagyok, hogy felismerem, hogy áldott vagyok, elismerem, hogy áldott vagyok, és lereagálom, mert hálát adok Istennek azért, mert megáldott engem az ő lelki áldásának minden vetületével a Krisztusban. A másik. A szövegkörnyezetből fogjuk meglátni. Nézzük meg, milyen világosan magyarázza az Isten igéje az embernek ezt az áldott állapotát. Hogy kerültem ebbe az áldott helyzetbe? Hogy kerültem áldott pozícióba az Istennel való viszonyomban? Azt olvassuk. Mert ő benne, vagyis Jézus Krisztusban, kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Tehát azért vagyunk áldottak, mert Isten azt az embert, akit az ő képére és hasonlatosságára teremtette, már a világ teremtése előtt kiválasztott minket, ő benne a Krisztusban, és ez, hogy ő benne el fog hangzani legalább háromszor a felolvasott Ige környezetében. Figyeljük meg a második megállapítást. Előre el is határozta, hogy fiaival fogad minket Jézus Krisztus által. Tehát Isten előre elhatározta, hogy fiaival fogad minket az ő fiában, ő benne, Jézus Krisztusban. A következő megállapítás. Ő benne lettünk örökösök, és ez volt az, amire utaltam az előbb, hogy az Isten által megáldott ember nem fejezi be az Istennel való áldott kapcsolatát ezen a világon, hanem to tovább folytatja egy elképzelhetetlenül magasabb szinten az Isten országában, az örökszférában. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre. Ez az eleve szó, testvéreim, beszéltünk már erről máskor is, ez az eleve szó, az sejteti, hogy Isten teremtői akaratában minden benne volt. Az ő isteni tervében minden benne volt, öröktől fogva. Mert ő, amit tud, azt mindig is tudta. Ő, amit érez, azt mindig is érezte. Ő a változhatatlan Isten. Azt mondja rá a Biblia, hogy nála nincs változás, vagy a változásnak az árnyéka. Tehát ha azt mondja, hogy eleve, akkor azt jelenti, hogy öröktől fogva tudta, hogy megteremt bennünket a képére, és ható hasonlatosságára. Öröktől fogva tudta, hogy szükségünk van a megváltóra, a szabadítóra Jézus Krisztusban, és ezt lehetővé is tette, hogy így legyen, ezért áldottak vagyunk mindannyian, akik, akik hiszünk ebben, és elfogadjuk az Isten áldását, azt, amit ránk irányít, és amiben részesít bennünket, és megköszönjük neki, mint ahogy Pál teszi. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, aki megáldott minket. A következő kérdés szinte önmagától tevődik fel. Na jó, de Isten, hogy tesz? Hogy mondhat bennünket áldottaknak, mikor meg vagyunk fertőzve a bűnnel? Nézzétek meg, hogyan fogalmaz Pál, és hogyan üzen Isten Pál apostol által, azt olvassuk. Ő benne, megint csak ez a, ez a gyönyörűséges szó, Jézus Krisztusban, ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk és bűneink, bocsánata is. Testvéreim, szaladgál a hideg a hátamon, amikor látom, hogy milyen világos Isten beszéde, milyen tökéletes megfogalmazásban a tart egy tükröt elénk, hogy lássuk, hogy kik vagyunk, hogy, hogy ne keseredjünk el, ne érezzük tragédiának, nyomorúságnak a földi életet, hanem lássuk az alagút végét, mert Isten meg akarja láttatni velünk az ő igényén keresztül, az ő gyönyörűséges, felszabadító evangéliumán keresztül. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk és bűneinknek bocsánata is. Nézzétek meg a következő gyönyörűséges megfogalmazást. Honnan tudunk -e erről az egészről? Miért beszélek már? több mint 10 perc erről, honnan tudom, honnan veszem az információkat, hogy ezt az egészet így lássam egyben. Hogy tudok eltávolodni a földi életemtől annyira, hogy egyben lássam az egészet. Én állítom, testvéreim, nagyon sokszor hallgatom az ateisták vitáját Isten félőkkel, és csak figyelem, hogy a többi ateista, aki hallgatja őket, hogy tapsolja, hogy éljenzi. Higgyétek el, testvéreim, hogy az ateisták bele vannak veszve ennek a világnak, a hétköznapjaiba, az anyagba nem tudnak egyszerűen eltávolodni annyira a világtól, és önmaguktól, magától, az embertől, hogy egyben lássák azt a gyönyörűséget, amit Isten konferál a számunkra, amit Isten elmond a számunkra a Bibliában. Egyedül a Biblia képes bennünket felemelni, hogy rossz szó használattal élve madártávlatból lássuk azt, amit Isten láttatni akar velünk. Azt mondtam, hogy azért tudunk erről az egészről, és azért látjuk egyben az áldott állapotunkat, hogy Jézus Krisztusban áldott meg bennünket Isten, és örököseivé tesz, mert azt akarja, hogy vele legyünk az örökkévalóságban, és amit nekünk fog adni a sajátunkat, majd az örökkévalóságban, azt örökségképpen kapjuk. Tehát senki nem veheti el tőlünk, mert. Örökösök vagyunk, Isten örökösei, mint az ő gyermekei. Honnan tudjuk mindezt? Nézzétek, mit mond az ige. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkait, amelyet kijelentett ő benne, megint csak Jézus Krisztusra mutat. Egyszer már mondtam azt, hogy a Bibliának minden kijelentése vagy Jézus Krisztusra mutat, vagy pedig belőle indul ki. Ha viszont ez így van, akkor mindaz, amit eddig elmondtam, arra enged következtetni, hogy Istennek nincs b Isten egyszer és mindenkorra eltervezte, nézzétek, mit mond itt, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt. Ő benne örököseivel is lettünk, mivel eleve elrendeltettünk erre. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amit kijelentett ő benne. Tehát Istennek nincs béterve, és Isten soha nem hibázik. Vajon mi volt Isten teremtői akaratának az egyik összetevője? Mert amikor ő úgy döntött, hogy embert teremt a saját képére és hasonlatosságára, akkor azt nem csak egy szimpla okból tette, hanem az ő teremtői akaratában konvergál nagyon sok szempont, amire következtethetünk a Bibliából, és amit igazi valóságában talán csak akkor fogunk meglátni, amikor Isten láthatóvá teszi a számunkra az ő dicsőséges országában. Nézzétek meg, mit mond az ige tovább, hogy vajon mi az egyik összetevője az Isten teremtői akaratának. Azt mondja az ige. Ő benne pedig titeket, megint ő benne, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségeteknek az evangéliumát, és hívőké lettetek, azt mondhatnám, miután hallottátok az igazság igéjét, ti, akik hallgatjátok akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségeteknek az evangéliumát, a felszabadító üzenetet, hogy nincs vége, nem a halálé az utolsó szó, nem az Istentől való elszakítottságé az utolsó szó, hanem ő benne, a szabadítóban, a megváltóban, Jézus Krisztusban, az ő vére által, Isten új szövetséget ad nekünk, áldottakká tesz bennünket, és örököseivé, ezért, miután hallottátok ezt, és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünknek a zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének a magasztalására. Lehet, hogy bonyolultnak tűnik ez a páli fogalmazás, de ha egy picit hasogatjuk az igét, vagyis részekre bontjuk, és ott állunk meg, ahol a gondolati rendszerünk világosságot kap, hogy mit is akar mondani Pál, akkor hamarabb és jobban meg fogjuk érteni. Azt mondja. Tehát elpecsételt bennünket, nem csak áldottakká tett, és nem csak közölte velünk, hogy mit fog csinálni, felfette az ő titkait a Szentírásban, hanem elpecsételt bennünket a Szentlélekkel. Azért, hogy válasszon magának egy népet az ő dicsőségének a magasztalására. Mit jelent ez? A római levélből idézek, hogy lássuk, vajon mit jelent az Isten dicsőségének a magasztalása. Azt olvassuk a római levélben. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnillik az ő örökké való hatalma és istensége. Az Isten tervét nem tudhatnánk, ha nem az előbb olvastuk volna, hogy Isten kijelenti az ő titkait, kijelenti a számunkra. Azért tudjuk, mert kijelenti. Mert a kijelentésben, a Bibliában ott van benne az az információ, amire szükségünk van, hogy értsük meg az üdvösségünk evangéliumát, és az igazság igéje hadd legyen a miénk értelmi szinten, és majd utána pedig érzelmi szinten is. Hallgassátok, mit mond itt, a, mit mond itt az Isten igéje arról, hogy Isten hogyan fejti ki az ő ö, titkát a számunkra, az ő dicsőségét hogyan mutatja meg rajtunk keresztül. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetve megláttatik. Úgy, hogy ők menthetetlenek. Testvérem, amikor bent vagyunk egy, szoktam használni ezt a hasonlatot, amikor bent vagyunk egy bútorkiállításon, és látjuk azokat a gyönyörűséges bútorokat, amik funkcionálisan is és mindenféleképpen megfelelnek esztétikai szempontból, művészi szempontból, hiszen lehetnek olyan faragot, lehetnek olyan, lehetnek olyan bútorok, amik szédülünk bele, amikor látjuk őket. Ez mind arról tanúskodik, hogy, az, hogy, hogy micsoda tudása, micsoda szakértelme van az asztalosnak, akkor is, ha nincs ott az asztalos. Egy bútor kiállításon nagyon nehéz tagadni az asztalosnak a létezését. Nos, így vagyunk ezzel a teremtettséggel, ami körülöttünk van. Ezért mondja Pál a római levélben, mert ami Istenből láthatatlan, ami az asztalosból láthatatlan, az ő mesteri tudománya, az ő szakértelme, ami láthatatlan, hiszen ha bejönne most az ajtón egy asztalos, egy világhírű asztalos, aki, aki lélegzett elállító darabokat tud produkálni, testvéreim, nem látunk belőle semmit, fogalmunk sincs, hogy ez cukrász, asztalos, utcaseprő, vagy bárki lehet. Nem tudjuk, csak amikor elkezd dolgozni, de a munkájából már következtethetünk a zsenialitására. Ezért mondja, a római levélben Pálapostól. Mert ami Istenben láthatatlan, tudni az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, ezért az istentelenek menthetetlenek. Menthetetlenek. Egy élő sejtet nem tudunk. Testvérem, micsoda hatalmas tudományjal rendelkezünk, milyen technikai bravúrt hajtottunk végre egészen a csúcs technológiákig, a nanotechnológiákig. És mégsem tudunk egyetlen élősejtet előállítani. Egy fűszálat nem vagyunk képesek. Egy felhőkarcolót igen, azt felépítjük, és olyan szofisztikált, olyan ultra bonyolult vezérléssel látjuk el, hogy, hogy egyszerűen felfoghatatlan az egyszerű ember számára. És egy fűszálat nem tudunk teremteni, nem tudunk alkotni. Miért? Mert azt egy nálunk sokkal magasabb elme alkotta. Azt az alkotta az égi madarakkal együtt, és a mező fűvével, a virágokkal együtt, aki bennünket is alkotott. Ezért mondja Jézus testvéreim, figyeljtek meg, amikor a tanítványok mutogatják a Jeruzsálemi templom köveit. Azt mondja Jézus, hogy ezek a kövek nem maradnak kövön, kő kőkövön, amit lele rombolnak. Ti ne azt nézzétek, amit ti alkottatok, mert az megtart benneteket a saját szinteteken, sőt, lefele húz, amikor körbe táncoljátok az aranybórjút. Ti azt nézzétek, amit Isten alkotott. Nézzétek meg a mező liliomait, nézzétek meg az ég madarait, nézzétek magatokra. Micsoda, micsoda hatalmas isteni tudás van bennetek, micsoda zsenialitást helyezett belétek a Mindenható Isten. Ezért valóban a világ teremtésétől fogva az ő alkotásainak, az értelmes vizsgálatából megláttatik az ő dicsősége, az ő örökké való hatalma és bölcsessége, ezért az istentelen menthetetlen. Menthetetlen. Mert ezek bár Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, Seneki neki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valóká lettek, és az ő balgatak szívük megsötétedett. Hála a kegyelem Istenének, aki nem rejtette vége, véka alá az ő titkát, hanem kijelentette, ennek a kijelentésnek az alapján mi megismertük az igazság igéjét, megismertük üdvösségünknek az evangéliumát, és mi lettünk Isten dicsőségének a magasztalására, mert látjuk, ránézek a, ránézek a fűre, ránézek a világra, és azt mondom, hogy Atyám, te gyönyörűséges alkotó nagyot alkottál ránézek az ellentétes nemre, és azt mondom, hogy gyönyörűt alkottál a férfi számára. Mondhatja a nő, gyönyörűt alkottál a nő számára. Gyönyörű gyermekeket adtál nekünk. Légy áldva mindörökké, urunk, a naplementéjér. Légy áldva mindörökké, urunk, mindazért, amit az ember alkotott, akit te tanítottál meg alkotni, a te alkotói mi voltodból. Ezért, testvéreim, azt mondja az ige, hogy a, azok, akik nem ismerték meg Istent, az istentelenek sem neki hálát nem adtak. Ezért gyönyörűséges a mai igénk, ahogy kezdődik. Áldott, mi hálát adunk. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Ő benne áldott meg bennünket. Ő benne bocsátott meg nekünk. Ő benne van az életünk folytatása. Legyen mindörökké áldott, ami Urunk Jézus Krisztus és az Ő Atya, aki a mi Atyánk is. Ámen.